És ez a titok, hogy egyből Isten jelenlétébe vagy, nem kell hozzá más hanem ott lehet, ott a te házadba is. És amikor imádó oltár van, akkor mi történik? Ott van a házadba, és elkezded az urat keresni. Mindig az első, és ott elkezded, bekapcsolsz egy dicséretet, és elkezded csak őt imádni. És az imádat az nem egy ilyen fölösleges dolog, hanem elkezded elmondani neki, hogy mennyire szeretlek téged, uram, és köszönöm, és elkezded az ő nagyságát felemelni, az ő hatalmát felemelni, elkezded az országot fölött, elkezded a családot fölött, elkezded a, a városait fölött, és el mondod, hogy, hogy kicsoda, mekkora hatalmas Istened van neked, ámen, és ő lefegyverezte sátánt a fejedelemségekkel, hatalmassággal, uraságokkal, erőkkel, ámen, és elkezdesz mozdulni, és elkezdesz ott lenni, ott akarok lenni, uram, ahol te avagy, és elkezd, és elkezd ott, elkezdenek angyalok megjelenni, elkezdenek dolgozni. És kérdezitek, mi a mi titkunk? Mondja a feleségem egyszer, akinek van sátora, akinek van uh, 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 Sátora, annak van, nem tudod, mit mondott, annak van kocsija vagy jó módja. Azért, vagy azért királyként, Akikor, tudod, amikor Dávid azt olvashatjuk, csak most nem olvastam fel az összes oltárokról való, eh, való igét, mert van, akik a pugányok, van, akik az ördögnek áldoznak, és, eh, eh, és amikor, amikor, eh, amikor jelenéseköt nyolc. Ezt még fel kell olvasni, muszáj befejeznem, muszáj, muszáj de ez van a mennybe, értsétek meg, a mennybe oltárok vannak, a mennybe van imádat, ám, a mennybe van, és itt a földön is, most ebbe élünk benne, és utána fogok imádkozni betegekért. Halleluja! És mikor elvevi a könyvet, és ellen is a 5-8, a négy lelkes állat, a négy szellemi lény és a vény négy leborult a bárány előtt, és mindenkinél hárfák és aranypoharak voltak. Hárfák, imádat, azaz dicséret volt, és arany Poharak, amiben pedig telve voltak, mivel? A jó illatokkal volt elve, ami a szenteknek az imádságai, amikor a szentek imádkoznak itt lent a földön, akkor a poharak telnek meg a közbenjárók imájával, telnek meg a mennyei poharak, telnek meg a mennyei poharak, telnek meg a poharak. Mondjátok, telnek a poharak, a közbenjárók imájára. Amen. És mi történik? A mennyben ott van a négy szellemi lény, a 24 én leborul a bárány elő, és ott vannak kezükbe hárfák, és ott vannak a poharak jó illatokkal telve. Van olyan ima, ami jó illat. Amen. Van olyan, ill, van olyan ima, ami büdös az Úr előtt. De van olyan ima, ami kedves az Úr előtt. Nem minden imát hallgat meg az Úr. Hogy a szomszéd lába törjön ki, ezt nem hallgatja meg az Úr. Akárhogy Istentől kéred, Úram, add, hogy kitörjön a szomszéd lába és éneklének, figyeljetek, szentek, a jó illat az imádságomnak telve. öt 9 És mit ének? Énekelnek az Úrnak új éneket. A mennybe is énekelnek új éneket, kedveseim. Nem csak a Tinódi Lantos sebesség régi énekeit énekli, hanem a mennybe új énekeket énekelnek, kedveseim. Képzeljétek el, énekelnek új éneket mondván. Méltó vagy, hogy elved a könyvet és megnyisd annak a pecsétjét, mert megölettél, megváltottál, megváltottál minket az Istenek a te véred által. Minden ágazatból nyelvből, néből és nemzetből. És tettél minket, ami Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a Földön. Amen! Halleluja! Ezek az új énekek, ez megy a mennybe, kedveseim, kedveseim, ez megy a mennybe, ez megy a Földön, új énekek! Halleluja! És tettél minket királyokká és papokká. Tettél az Úr királyá és papokká. Miért? Hogy uralkodjunk a földön. Ja, ó, nem a mennybe, itt a földön. Erre hívott el az Úr benneteket. Erre hívott el az Úr engemet is. Miért? Hogy gyakoroljuk a kormányzást. Az Úrnak a kormányzását hol? Itt a földön. És látám, és hallám, a királyi szék és a, 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 a szellemi lények között és a vények körül sok angyalnak a szavát. halleluja! Énekeltek új éneket, és az angyalok. Elkezdtek. Mennyi angyal? Az ő számuk tízezerszer, tízezer és ezerszer ezer. Tízezerszer, ezer. tízezer, kerrel tízezer, kedvesem, azt tudjátok mennyi a tíz millió szorozva egy millióval. Tudjátok, az száma, matematikus. What is the amount? Huh? How much? Mennyi? Mennyi? Hol vannak a matematikusaim? Nem hallom, se a se a Lillát, meg a többieket. Isaac, Isaac, what is the amount? How much? Million, billion, trillion? Mennyi ez? Ezek nem milliárdok már. Ennyi angyal van a mennybe van írva, hogy hány angyal van, kedvesem. Nem milliárdok. Ezer millió az egy milliárd. Igaz? Hol van -e a mat... Vaj! Én, én kiszámolom előre. Én is közgazdász vagyok, hát elvére kell tudni. Ez azt jelenti, hogy ha egy milliárdot beszorzod egy milliárddal, egy, ezer milliárd, a, ezer millió az egy milliárd, e, e, egy millió millió az pedig egy trilliárd. ugye? akkor 10 trilliárd. 10 trilliárd angyal, nem milliárd, 10 trilliárd. magyarról az egész földnek a lakossága 8 és 7 valahány 10 milliárd lakos és csak a mennybe nem 8 milliárd? Nem ezer milliárd, hanem tíz milliárd angyal csak énekelt. Tehát tíz ezer milliárd. A Földön 7 és 8 milliárd között, ott pedig tíz ezer milliárd. Tehát egy-egy emberre, kedveseim, egy emberre ezer angyal jut. Több mint ezer. Na ezt ad össze, ki. Egy, tehát mindenkinek van egy angyala legalább, de ez csak a mennyei angyalokról van szó. Hol vannak a földi angyalok, akik itt szolgálnak a földön? Hú, pásztor, most nagyot mondtál. Ezek nem csak ilyen kis lényeskék, kis csupasz kis izé, kis, pss, egy kis, kis nyilacskával, mint a izé, csupasz angyalkat, majd lő ki egy nyilacskát, neked az majd akkor valami lesz vele meg megsimogat téged, de kis popóját, a csupasz popóját megsimogatod. Kis-kis, kis, -kis, izé, kis izé, izé, milyen szárnya van, csuk szárnya van, tudjátok, hatalmas nagy duci angyal, van rajta egy kis ekkora szárny. Hogy bírja az el? De komolyan. Hát le van írva, hogy szárnyukkal elferezik a testüket, az van leírva az ezékiel könyvébe, egyikkel lebegnek, a másikkal a, 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 testüket fedezik el, a lábukat, el vannak takarva. Nem egy csupas kis kukorékolók és kizé tyúkok. Szó sincs erről. Hatalmas nagy lények. Hú, kedveseim. És nagy szóval ezt mondják, mit csináltak? Méltó a megöletött bárány, hogy vegyen erőt, gazdaságot, bölcsességet, hatalmasságot, tisztességet és dicsőséget és áldást. Ezt mondják az angyalok. Miért? Mert új éneket énekeltek, és az angyalok elkezdtek melánni és dicsérni az urat a mennybe. A tízezer trillió angyal. hú, és tettél minket királyokká, papokká, hogy kormányozunk, hogy uralkodjunk. Kedvesem, elhívottal az Úr, hogy uralkodjatok, és szokasodjatok, és szaporodjatok, és menjetek előre. Amen. Nem arra, hogy nyuszi fülek legyetek, nem arra, hogy az büntetik Istenet, másképp nem is tehet, én alkalmatlan vagyok, és, és Uram, köszönöm, hogy megvertél egy kis rákos daganattal. Nem. Nem. Ezerszer is nem te nem egy megkecselmezett, nyomorult, bűnös vagy már, hanem Istennek a drága fia és lánya vagy, ha befogadod Jézus Krisztus az életedbe. Amen. És ezért ő, akit megszabadít, akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá ez. És énekelni fogtok az úrnak új éneket, és lesztek imádó oltárok ti ott, ahol vagytok. Mert te magad egy oltár vagy. Miért? Ha te egy templom vagy, a te tested az Isten temploma, akkor Istennek az áldozata kell, hogy folyjon benned. Ámen. Nem démonoknak a lakóhelye. Nem arról szól a történet, hogy bűn, és bűn, meg bűn, hanem arról, hogy imárat, 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 Uram, hogy neked kedves legyek. Ámen. Erről szól a történet, kedveseim. És arról, hogy Európáról nem mondott le Isten. Nem mondott le a családodról Isten. Magyarországról nem mondott le Isten. Mert itt van Istennek a népe. Amen. Ezért csináljuk az online gyülekezetet. Mondjátok, miért csináljuk? Azért, mert van látás. Látom Európát lángolni. Látom ott az oltárokat. Egy-egy oltár már ott vannak. Látom a házi gyülekezeteket. Látom, hogy megtérnek emberek. Amen! Amen! És nem csak nyomorgunk magunk körül, hanem megyünk előre. Az Úr Jézus nevében. Ó! Oh! be kell fejeznem, prokosan a És azt mondja, és aki a, aki a királyi szék, és azt mondja, hogy és hallám minden teremtett állat, figyeljetek, 13. vers a teremtett állatok, amely a mennyben és a földön és a föld alatt vannak. Van a mennyben is állatok vannak, képzétek el, vannak a mennyben állatok. Vannak a földön, és a föld alatt is állatok. És mit csinálnak? Ezt mondják a királyi székben ülőnek. És a báránynak áldás, tisztesség, dicsőség és hatalom örökké. Még az állatok is beszélnek. Az állatok is azt mondják, hogy áldás, tisztesség, dicsőség, hatalom örökkön örökké. Ez történik. Ez a mennyei jelenet. Ezek az oltárok. Ez történik, ez a, a jelenések könyve. Értitek? Nem Ábrahámról beszélek már. Itt vagyunk a jelenések könyvébe. A mi időszakunk, a te időszakod, az utolsó idők. Ebben vagyunk benne. Dicsőség az Úrnak. És ennek a részesei lehetünk. Sekarra És 15. negyedik És a négy szellemi lény pedig mit mondott? Amen! És a huszonnégy vén leborult! és imádá az örökkön örökké élőt. Ez van a mennybe. Leborulnak, imádnak. Annyit vannak, hogy ámen, meg énekelnek egy-két új éneket. És megmozdul tíz trilliónyi angyal egy új énekre. És fogják, és egyik kezükbe hárfák, ott imá, dicsérik az urat, a másik kezükben meg tartják a poharakat, amiben jönnek a szentek imái, az ima meghallgatás. És öntik ki az oltárra. Másikén olvasok, kijöntötték az oltár és itt a Földön, mikor kijöntötték az oltár, villámlások lettek, ítélet lett. Kedveséim, nem tudjátok felfogni sokan, hogy milyen hatalmuk van a, a, a hívőknek. Nagyobb, mint gondolod. Minden emberre, minden Földön lakó emberre, ha tíz trilliárd angyal van csak a mennybe. Csak a mennybe. Itt vagyunk, ha 10 milliárd ember lenne, akkor minden egyes milliárdnyi emberre ezer angyal jutna. De csak 7, valahány tized milliárd él a Földön, ezért több mint ezer angyal jut minden egyes gyermekre, vagy minden egyes emberre. Persze, vannak vannak szolgálóangyók, és csak, ezek csak e, ezt csinálták. És azt mondja, hogy tettél minket királyokká, papokká, miért? Hogy uralkodjunk a Földön. Ne felejtsd el, azért hívott el Isten, azért vagyunk itt a Földön, hogy uralkodjunk és kormányozzunk. Hogy sátannak a, a terve vissza legyen szorítva, és az emberek meg tudjanak térni, és minél több embert behozzunk Istennek a királyságába. Amen. Keljünk fel és imádkozzunk.